Üdvözlet! Visszatértem. Folytatódjon a Dark Souls sorozat. Csá! Gyors, kizárjuk a kutyákat. Na, ott tartottunk, hogy akkor a Lorettának elvittük a csontjait. A kedves kis... gombóc haverunknak. És ott tartottunk, hogy még mindig nem elhitelem ezeket a srácokat. Ami engem nagyon zavar. Valószínűleg amúgy Dexterre kéne egy hiteljem őket. Meg is nézzünk, hogy állunk. 23 strength, igen, 5 dexet kéne összeszedni. Ok. Ölni kell. Hány XP kell egy szinthez? 2600. Tehát akkor mondjuk számoljunk 3000-esével. És kell 5 szint. Aha, 15000. Jó, hát az nem most lesz. Szóval az előző részben ugye erre mentünk tovább egyenesen. Most ezt kihagyjuk és erre kanyarodunk jobbra. Ugyanis mindig erre szoktam először menni. Szóval én mindig erre megyek. Ugyanis... Na baszki. És itt van egy csávó, aki fölülről erőszakol titeket. És ezt itt ki tudjátok majd kitartni. Nyilván gondolom, hogy... Valószínűleg az még egy kicsit odém lesz. Szép az ember. Vörös szemekkel még ütősebb lett volna mondjuk. Szóval... Ne dobáljam el, mutatni akartam valamit. Oh. Nem erre kell jönni először. Jó, hogy az leesett oda, mert nem is tudtam, hogy kétel, hogy lehet ugrani. Ja, hát mondjuk nincs semmi lényeges, na mindegy, lényegtelen. Lenne lőjön a izéről a létráról a faszi. Halt. Dodge. Halt. Ja.
kellett volna. Igen, be van zárva ide a fasz a szegény. Vagy de ezt kiüthetem? So come into the cage and become Nana's shade. Nem emlékszem amúgy, hogy ezt meg lehetette volna ölni. Úgyhogy igazából mindegy, meghalt az a lényeg. Ledroppoljuk vissza. Ó, te még itt élsz? Hát jó. Fönt ilyen cizombákat tudunk dobálni minket, úgyhogy ez feltétlenül kellene. Felejtettem, hogy itt hogy kell tovább jutni. Azt hiszem, itt le kell droppolni. Nem találnának el még itt is. Tehát egy shard, az jó, mert abban meg tudjuk fenni majd a kardunkat. Aha, igen, itt le kellett droppolni, ide bejössz. Begyújtod. Csücsülsz, összekapod az Estus-t. És akkor utána... Aha, itt mész fel a hátulról. Voltam, de mindegy. Ja igen, és az előző ketreces palit azt meg lehetett ölni, őt nem szabad. Ő a Pyromancer. És akkor most elment hozzánk. Ugye a Firelink Shrine-ba, és akkor majd tud nekünk tanítani dolgokat. Mármint nekünk nem, de annak, aki varázsol, annak igen. Úgy emlékszem, hogy ezt a holttestet onnan le kell dobni. Aha, jól emlékeztem. Vagy ne legy item. Habe! Ha! Ez egy kicsit bedarált. Az a kérdés, hogy az item is visszaugrik oda a földre, ahol lent volt, vagy aha, vagy ott lesz, ahol lógott. Ott van fent. Ezt elbasztom nagyon. Ez igen.
Fölé célzom. Ott az IS csávó amúgy, bal felül. Látjátok? Itt az a szürke pötty. Hol is a távcső? Use. Látjátok? Tehát ő ott él. Majdnem mindegy volt, hogy megszerzem ezt az itemet vagy sem, de mindegy. Megvan. Jó. És akkor most úgy megyünk. Szerencsétlenek már majdnem sajnálom őket. Ja, nem. Nem sajnálom őket. Ez egy piros szemű, aha. Bocskutus. Zárva van erről az oldalról. Kutyus! Azon is gondolkodtam, srácok, hogy csinálunk egy videót, ahol ezzel a Cestusszal fogunk végig menni. Tehát egy Cestusos végigjátszást. Csak nem tudom, hogy... ugye ez a Cestus. Egy boxer lényegében. Ezek a kombói amúgy. Szóval ezen gondolkodtam, hogy kéne egy ilyen végigjátszás, amikor ebben megyünk. Majd kommentbe írjátok már meg, hogy esetleg kíváncsiak vagytok erre, illetve hogyha kíváncsiak vagytok, akkor milyen kombóval legyen. Tehát a sima pucéran és Cestus, vagy menjen valami armor és Cestus. Most megnézem a gyűrűket, hát ha van valami useful. Ez kell nekünk. És az is kellhet nekünk. Igen. Az egyik, az... ó. Ennyit a 15 000 szóról, most eszembe jutott valami. Szóval az egyik gyűrű az arra jó, hogy a vérzés sebzést csökkenti, tehát a bleedinges ütéseknek az erejét csökkenti. A másik az pedig arra jó, hogy ha kevés low HP-n vagyunk, tehát kevés az életünk, akkor csökkenti a sebzést. Basszus, ez eltűnt innen. Jó, hát ez kellemetlen, majd visszajön. Lejövünk. Hazamegyünk. Kell egy kis extra. Thank you.
néninél elvileg kell lenni. Gyakorlatilag nincs. Még egy kulcsnak. Én úgy emlékszem, hogy 5000-be kerül. Igen, sajnos meghalt. Meghalt a... az asszonykája. Fire Mancy Flame. És akkor tőle tudtak tanulni majd ilyen varázslatokat, tűzvarázslatokat. Úgyhogy ilyen varázsló ruhaszett is van nála. Én úgy emlékeztem pedig, hogy nála van még az az egy kulcs. De ha nem, hát nem. Hol vagy? Itt vagy. Level up. Need a frame guide. Travel. És akkor ide jövünk vissza. Igen, amúgy amikor még kezdő voltam, ezt a csávót farmoltam folyamatosan. Megint el fog tűnni a Crystal Reserve. Szóval ezt a faszit farmoltam folyamatosan. Azt hiszem 500... Megnyitottuk egy szúrása. Igen, ja, csak 300 XP-t ad? Na mindegy, a lényeg, hogy amit mondtam, hogy én arra szoktam először menni, mindjárt arra is megyünk tovább, csak itt meg ki akartam fingatni mindenkit, meg felszedni az itemeket, hogy ne később kelljen. Az a lényeg, hogyha ide jöttök, ugye erre kell tovább menni, akkor az a csávó onnan tüzel rátok ilyen szép nagy íjakkal, meg nyilakkal. És itt vannak olyan ugráló feladatok, amit nem lehet úgy megcsinálni, hogyha tüzel rát folyamatokra, illetve meg lehet csinálni. Nyilván, hogyha ki lehet kapcsolni, miért ne kapcsolnád ki? Hoppá. Kapta a Crystal Lizard. Gondolhatjátok, hogy ennek nem örültem volna, ha ez megölel. A kis tüzes és tűzi izéjével. Ha magával az öleléssel nincs gond, az ölelés az egy jó dolog. Csak hogyha egy földgyulladt ember próbál megölelni, akkor inkább takard be a kis kabátoddal, vagy próbáld meg eloltani. Na nézzük. Yeah.
már meghitelem őket. Kellett egy kis dex. Ugye azért, hiába millé vagyok, szóval, na, tehát hogy strength build vagyok, a dexterity-re is kell adni, mert a kardok scale-elnek dexterity-ből is. Ugye ezt már egyszer-kétszer elmondtam, hogy mi az, hogy valami scale-el valamiből. Nem, nekeztek az előző részben itt volt. Lényegében ugye, hogyha itt visszajöttek föntre. Akkor ide jöttünk vissza, ugye ez a térhez, ahol volt a banya. Ehhez hiányzik egy kulcs. És én ezt úgy emlékeztem. Tudom, mikor lehet megvenni. Kalapácsosra nem számítottam. Gyere, este. Jön hátból a másik. Túl sok ezt tűzom menni. Igazából mindegy. Jó, hát még nem mindegy, de... De jaj, így halmozottan nehezebb a helyzetem. Ezt le kéne lökni. Többen nem kéne fájtolni. Ez így jó. Nagyon kapta. Hoppa.
Amúgy az ilyen csapdákat el tudjátok kerülni úgy, hogyha olvassátok az üziket. Be wary of, tehát vigyázzatok, vigyázz a ször, a bestiával, enemy, ellenfél előtted, és megint csak ugye ellenfél előtted. És akkor ott meglátod a sarkon a izét, ott be lehet kanyarodni, és akkor utána ott is van. Ally ahead. Hopp, ott egy nagy kalapácsos bácsi. Another ball, you faceless un. If like think you can. If think. Körül beszélget velünk egy kicsit. If think. Egy tűzdémonról beszél amúgy nekünk. Hát ez kérdéses amúgy, hogy ezt 3 esztusszal meg tudom-e csinálni. Ez nehéz lesz. Sigurd. Egy lovag, akit Sigurd névre hallgat. Hát egy OP baszógép az első részből amúgy. Az az ő nagy gondja, hogy a lifttel nem tud fölmenni, csak lefele, a pincébe, és ő nem oda akar menni, hanem fölfele. Ezért segítenünk kell neki. Segítség, mi is történt. És én most fölmegyek, és amikor visszajövök, ő már nem lesz itt. Ally ahead, tehát barát előtted, vagy barát elől valahol. Ő volt az a csávó. Szóval jó volt az a csávó, aki ijeszgatott ugye innen föntről, akit megnéztünk a távcsővel. Megkérdezte, hogy ki vagyok, én megmondtam, hogy barát is, baráti szándékkal érkeztem. Azt mondta, hogy bármikor segít, amikor tud. Ez a segítség abban fog megnyilvánulni, hogy amikor ijaz, minket nem sebez az ija. Hallottátok ezt a amit ugye Sigurd ad ki ezt a hangot. Most ugye ő eltűnt innen lentről. Itt két szint között van egy építkezés. Hopp, ott és kiesett. Ez a lényeg. Mindjárt mi is kidroppolunk oda. Szépen. Thanks to you, on some. Szóval kiesett a liftből, és hogy látott itt valami nagy ellenfelet, nagy erős ellenfelet, ott azt hátul, és mondta, hogy ha készen állunk, akkor ő segít nekem legyőzni. Ez a tűzdémon lesz amúgy. Az egyik kedvenc fegyverem a játékban, majd mindjárt meglátjátok. Cső! Beindul a buli. Most mondja Sigurd, hogy ne, hát még várnom kellett volna. Most már késő. Cső! Sigurd Katarina lovagja. Segít. Az oldalamon áll. Tehát a téma. Ez a tűzdémon ez ilyen, tehát 3-4-5 HP-ról 1, tehát jó, mondjuk amúgy az én hibám is, mert nagyon kevés a HP-m. Majd maga az össz HP-m. De most egy speedrun fogunk végrehajtani, amúgy. Mm.
Gondoltam, hogy eltalálsz. A jelentem nem sikerült. Ugye a speedrunnak az lett volna a lényeg, ha most nem állok le harcolni, hanem kidodzsolok balra, és elszaladok mellettük, akkor ugye sikerült volna. A speedrunnak az a lényeg, hogy nem törődsz az ellenfeleket, csak átszaladsz rajtuk gyorsan, és visszamész ugye oda a kis szólodért. Hát ezt jól elbasztam. Nem baj, most ezzel lefájtalak mindenkit, hogy kapjak vissza valamennyi XP-t, mert ugye ez szólt, hogy ott megfesztettem egy 3000-et. Szia, Krisztián! Baszódj meg! Belagolt a játék, mert a srác fölment izére. Uplay-le. És ugye kijött az info, hogy ő játszik. Ezért belagoltam. Hát igazából azért haltam meg konkrétan, de hát ez az én hibám, hogy nem jelentkezek ki ilyen dolgokról. Meg mondjuk nem is értem, hogy... Ilyen teljesítményű számítógépnél miért lagol be azt, hogyha kapsz közben egy infót. Na mindegy. De látjátok. Láttátok a nevét a srácnak, aki szerintem, aki Tom Clancy-zik, mi volt, Rainbow Six-ezik talán volt. Aki abban játszik, abban a játékkal. Szerintem nyugodtan vegye föl. Mert alapvetően amúgy rohadt okos srác, és biztos, hogy pár taktikát tud. És hogy jól játszik, ebben is biztos vagyok. Megy a speedrun. A második felvonás. 6 Estus, most jól lesz amúgy. Csak hát buktam 2000 szólt. Bebaszott van a helyen idáig. Adjál neki, haver! Adjál neki! Nem berülök, amikor ilyen megköszönnek. Kaptam egy sört. És a toast emote-ot. Így is kell kinyomni az emote-okat. Rest toast. Nézzük a sört, megisszük szerintem. Várj, mi az? Lehet, hogy nem isszuk meg, mert ez nem csak egy sima sör, igaz? Vissza a HP Boost Force. Ja!
Visszatölti az életeteket. Tehát ez nem egy sima sör. Visszatölti az életeteket, és a fagysebzés ellenállóvá tesz, vagy hogy mondjam, növeli az ellenállásokat a fagysebzés ellen. Tehát nem egy sima sör. That's cute. Nem ledöcsoltam. Ah, a Northrend. Aha, ez jó. Az jó az a set, ezt lehet fel is veszem. Csak szerintem abból már fatroll leszek. Jól néz ki ez a set. Nem fatroll, na király. Ó, most te akar... Igen. Szóval, fatroll. Mi is ez a fatroll? Ha aggattok magatokra páncélt, itt van egy equip load nevű dolog, és egy weight radio. A weight radio az a nehézséged, hogy milyen dagat vagy, szó szerint. És a weight radio-t, hogyha 75 felé megy, akkor fatrollolsz, az azt jelenti, hogy alig tudsz dodge-olni. Tehát nagyon-nagyon kicsiket dodge-olsz. Ugye, látjátok, hogy ez is már azért szerintem kisebbeket dodge-ol és lassabban, mint az előbb. De akkor vajon mire jó a pajzs? Milyenről jó a páncél? Azon kívül, hogy ami egyértelmű, hogy megvéd titeket a behatásoktól. Azon kívül növeli a poizotokat, és ezt egészen egyszerűen úgy tudom elmondani, hogy ha nagyobb a poizot, mint az ellenfelének, vagy az ellenfelednek, akkor megáll az ellenfeled a mozdulatban, ha meg akar ütni. Tehát amikor összeüttök, majd nagyon sokszor látjátok, így megakad az ellenfél, nem tudja bevinni az ütését, te meg igen. Nagyobb poison, mint az övé. Sokszor elég király tudsz. Érve egyes esetben staggerölni is tudjátok őket, az azt jelenti, hogy meg is bénulnak. Aha, ez jó láda. Felejtettem. Látjátok, tehát ez az összeg. És visszakaptam egy Estus, ez nagyon jó.